A világon a legismertebb magyar festmény Berény Róbert Algónő fekete vázával című képe, mely 90 év lappangás után egy hollywoodi filmből került elő, a Stuart Little Kisegér című filmből, és melyet ma este fogunk árverezni a Kongresszusi Központban, a Virág Judit Galéria árverésén. Az Algónő fekete vázával kalandos története bejárta a világ sajtót. A New York Times és a londoni The Guardian épp úgy beszámolt róla, mint az amerikai ABC és a Fox News televízió csatornák és a nagy hírügynökségek. De honnan és hogyan került elő a magyar avantgárd meghatározó személyiségének, Berény Róbertnek egyik leghíresebb lappangó alkotása? Az ismert képvadász Barki Gergely művészettörténész néhány évvel ezelőtt karácsonykor kislányával nézte a televíziót, amikor az egyik csatornán a beszélő kisegér történetét vetítették. Hello! A filmbeli lakás nappaliának kandallója felett pedig egyszer csak megpillantotta a képet. Nem hittem a szememnek, egészen szürreális volt, biztos voltam, hogy ez az a Berény kép, amit én már nagyon régóta keresek. Rögvest e-mailt írt a Sony Picturesnek. Kiderült, hogy a film díszletéért felelős asszisztens egy pasadénai antik shopban vásárolta meg a képet a cégnek $500. A forgatás után pedig megvette a stúdiótól saját magának. Berény Róbert festménye 85 év után került vissza Magyarországra a Virág Judit Galéria árverésére. Az Algónő fekete vázával című festmény kikiáltási ára 34 millió forint, azaz 136 ezer dollár. Nagyon nagy izgalom övezte a képet, és számomra ez a legfantasztikusabb dolog, hogy egy ilyen képet árverezhetek el. 76 millió. Ezzel az Algónő fekete vázával az aukciók történetében a legdrágábban elárverezett Berény festmény.